Heti kettő edzéssel készül az FSC férfi kézilabda csapata a tavaszi bajnoki rajtra. A füzesabonyi sportcsarnok felújítása miatt Kompolton zajlik a felkészülés Major Attila játékos edző irányításával. Ez a csarnok helyzet rányomta a bélyegét a felkészülésünkre. Heti kettőször tudtunk jönni Kompoltra edzeni a szokásos heti három edzésünk helyett, úgyhogy hátráltatta a felkészülést. Hazai edzőmérkőzéseket terveztünk még az ősszel, hogy a téli felkészülésen lesz lehetőség, de sajnos így, hogy a füzesabonyi csarnok még nem készült el, így nem tudtunk csak idegenbe megszervezni, ami nehézségeket okozott az utazással kapcsolatban, illetve az egyéb elfoglaltságok miatt. Sajnos eléggé létszámhiányosan tudtunk csak elmenni ezekre a mérkőzésekre. Az EGRI ifi csapatból Halász Robit igazoltuk le, kettős játékengedéllyel kerül hozzánk kapus posztra, mert Gulyás Levi sajnos sérüléssel bajlódik már régóta, és kérdéses, hogy mikor tud ismét a csapat rendelkezésére állni. Egyébként a többi poszton nem történt személyi változás, ugyanazokkal az emberekkel vágunk neki a tavaszi szezonnak, mint az ősznek. Sajnos még mindig nagyon sok a bizonytalanság. Egyelőre annyit tudunk, hogy az első néhány mérkőzés Mezőkövesden lesz megrendezve, valószínűleg a többi is ott lesz, de még nagyon sok minden függ attól, hogy ottani teremkihasználtság hogy alakul, hogy még sok a bizonytalanság. A férfiak az MB2 északi csoportjában a tabella 7. helyéről rajtolnak a bajnokságban. A döntően fővárosi és Pest megyei mezőnyben a csapatok hasonló játékerőt képviselnek. Nem lesz könnyű a feladata az FSC-nek, hiszen minden meccsen meg kell küzdeniük a pontokért. Legalább olyan nehéz tavaszra számítok, mint az ősz volt. Ugye az ősszel különleges helyzetben voltunk, hogy minden mérkőzésünket a vendégek hazai pályáján játszottunk. Idén, vagyis a tavasszal talán annyival lesz könnyebb, hogy bár mi sem leszünk hazai pályán, de az ellenfelek sem, és így nekik is utazni kell. Talán ez egy picit előnyösebb lesz a számunkra, de mindenképp nehéz lesz. A női csapat szintén a Kompolti sportcsarnokban készül a szezonra. Az ősz bravúrosan hozták a hölgyek, mert csupán 3 pontot vesztettek az abszolút bajnok esélyes Hajdúnánás ellen. A tavaszi rajtra Gyöngy Márió és Vajon István edzők irányításával készülnek fel a játékosok. A csarnok felújítása miatt heti 2 labdás edzésünk van itt Kompolton, illetve egy ilyen erőléti edzés van Mezőkövesden. Felkészülési tornán voltunk 60-ban, ott 2 mérkőzésre játszottunk, voltunk a Borsod ellen, és most megyünk még holnap a Göd ellen, és az lesz az utolsó edzőmérkőzésünk. Keretben változás nincsen, annyi változás van esetleg, hogy a Kállai Gabi a válsérülése miatt befejezte a kézilabdát. Jelenlegi helyzet alapján tavasszal Mezőkövesden játsz a mérkőzéseit a csapat, és maradnak Kompolton az edzések. A bajnokságot a tabella 2. helyéről kezdi meg február 18-án a Stavromat FSC az Ungvár KC ellen. Úgy gondolom, ez a 2. hely ez egy bravúr, amit, hogy minden meccsünket idegenbe szereztük, és a 20 pontból 17-et sikerült így is megszerezni. Ez nagyon nehéz így a felkészülés, hogy csak 2 tudunk edzeni. Megpróbálunk mindent kihozni, de nyilván ez így nagyon nehéz. Nekünk a cél a dobogó. Szeretnénk a dobogón végezni, és minden mérkőzés nagyon fontos.